Egy nagyon érdekes és lenyűgöző divat bemutató és ugye előadás, ez az, amire készülünk. Itt van már velem Kovács Magdi, az eseménynek az ötletgazdája és főszervezője, és Ivancsics Ilona színművész. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. Jó reggelt. Jó reggelt. Miről is van szó? Ugye divat bemutató és előadás, a kettő együtt, elsősorban a hölgyeket próbáljuk meg ezzel elérni, hogyha jól tudom. Hát 9 éve működő női klubunknak az idei programjában a kultúra van a központban, és ennek jegyében Ivancsics Ilona és Ábrahám Edit színdarabbal jön el hozzánk, ami külön izgalmas, mert Barátok és szomszédok címmel itt a női közösségben ez most debütál. Igen, és valahogy bele van egy picit komponálva, ugye maga az előadás a divatban mutatóba. Igen, hát ez Magdiék szervezése. Én csak az előadásról tudok beszélni. Hogyan is kezdődik az előadás? Én ha jól tudom, rengeteg nevetés és egy felhőtlen szórakozás az, így ami vár a nézőkre. Így van, hát ugye a címe is Szomszédok és barátok, a szomszédokról is, a barátok közről van szó. Ez egy kicsi időutazás, titkoknak az elmesélése. Ábrahám Edittel ugye mi együtt dolgoztunk a 15 évig működő színházamban, és mivel most egy irányváltásra kényszerültem, úgymond kicsi előadásokat csinálok, és innen jött az ötlet, hogy akkor legyen egy kis nosztalgia, és mivel még nagyon szereti a közönség ezeket a sorozatokat, meglepő módon a Szomszédokat a jóval régebben ment, mint a Barátok köz, de úgy veszem észre, egy óriási rajongótábora van mind a kettőnek, és azt gondoltuk, akkor miért ne lehetne ebből egy estet csinálni, tehát nem csak sztorizásról van szó, hanem azért énekelünk benne, jelenetek is vannak benne, tehát színésznők vagyunk mind a ketten, és hát hála Isten, néhány előadásunk már volt ebből, és nagy sikere volt, és bízom benne, hogy Magdiéknál is a női klubban, aminek volt szerencsém már néhány programján részt venni, és egy nagyon színvonalas és minőségi helyen is, és programokat is csinál Magdi, úgyhogy örülök neki, hogy most csütörtökön akkor végre ott is debütálhatunk. Igen, ez a 13. kerületben van, a Volt Szabolcs utcai kórház helyén, és igazából, amit említettél az elején, én külön hálás vagyok a két művésznőnek, hogy elfogadta a felkérést, és a színdarab után egy szünetet követően vállalták, hogy a kifutóra is magukra öltik. Erre gondoltam. A trendiholmikat, és nagyon örülök, mert ez külön egyébként összefügg a színdarabbal, mert nekem volt szerencsém már látni, és ezért is örülök, hogy most ezt a mi női közösségünk is megnézheti, mert ugye a darabban például szó van arról, hogy mennyit kellett öltöznetek. Hogyne, így van, így van. Hát ugye színészként én legalábbis a 40 év alatt elég sokat öltöztem, úgyhogy, de hát Edith is, hát ő meg főleg a sorozatban, hát ők meg éjjel-nappal öltöztek, ugye az ő sorozat a napi sorozat volt, és konkrétan elhangzik, hogy ő reggeltől estig öltöztek állandóan, egyik jelenetből a másikba mentek. Miért pont a kultúra lett most egy ilyen plusz program a női klubnál? Hogy esett erre a választás? A 9 év alatt minden évben van egy vezérfonala egyébként a programunknak, és mi tavaly évben azt érzékeltük, hogy nagyon nagy az igény arra, hogy egy kicsit a művészeteket is odavarázsoljuk havonta egy alkalommal ebbe a női közösségbe. És hát ez azért izgalmas, mert itt nem csak a művészekkel tudnak találkozni és élvezik magát a programot, hanem utána azért közvetlenül lehet fotózkodni, beszélgetni, azért ez egy extra dolog. Korábban színházakban is szerveztünk ilyen programot és művészekkel látogatást, vagy a színdarab után ott maradtunk beszélgetni. Ez a tér, ez kicsit beszűkült, meg igazándiból, hát ez egy fantasztikus érzés, amikor a színház hozzánk jön. Tehát amikor nekünk játszanak, az egy nagyon-nagyon felemelő érzés, tehát nekem mondom, volt szerencsém megtapasztalni, tehát én ezt már kis közösségben megéltem, és hát több alkalommal volt és lesz is nálunk még program, minden hónapban vannak ezek a találkozók, általában a harmadik csütörtökön, és egy nagyon-nagyon kellemes időtöltés a hölgyeknek, de nem csak a hölgyeknek. Tehát... Igen, igen, főleg tőlem ugye kérdezik, hogy jöhetnek-e férfiak, és hát a nagyon jó szlogenjük van Magdiéknak, hogy az okos férfiak női klubba járnak. Úgyhogy várjuk a fiúkat is természetesen, sok-sok hölgy lesz ott. Nagyon sok sikert kívánunk, nagyon sok nézőt, és reméljük, hogy minél többekhez eljut a női klubnak a híre és az előadásnak a sikere. Sok sikert kívánunk, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.